Hey PJ Squad, Janosch here. And we're gonna talk about Turku Kupa. But what is the Turku Kupa? Túl vagyunk a 29. Turku Kupán. Ma zajlott a verseny, a lejutásom kérdéses volt, de Narka Cycling Team kisegített. És Lippai Marci, Szabó Bálint Solt és Sasvári Dániel társaságában leutaztunk a közeli Tatabányára, a Turul emlékműhöz. Elég borongós idő fogadott minket, de ez nem szekte kedvünket. 1 óra 40 perccel a rajt előtt már ott voltam. Átvettük a rajtszámokat, amihez járt egy csip is, kajajegy, illetve egy pár zokni, aminek a színét lehetett választani. Narancs, neonzöld vagy ez a szép kék. Nekem ez a kék tetszett a legjobban, így ezt választottam. Fel is húztam, olyan 9 óra 10-15 körül, átöltöztem, és legurultam a rajthoz, az egyes főútra, mert az éles rajt mindig ott van 10 órakor. A 2 évvel ezelőtti versenyhez képest annyi volt a változás, hogy a Mastert külön indították, ami miatt a mezőny eléggé lecsökkent, nem volt annyi ember, és elindultunk 10 órakor. Ezzel a biciklivel indultam a versenyen, ez egy 2018-as Basso Diamante SV. Ez egy pótbelső és gumileszedő. Itt a Garminom, amit leállítok. Láthatjuk, hogy 34 órát ír a hazaérkezés után recovery időnek. Az ott egy pumpa. Biztosra mentem, hogyha defektet kapnék, akkor tudjak mit csinálni. Ne egyenek meg a farkasokat semmi közepén. Tarján felé befordulva rögtön indult egy akció, senki nem reagált rá, így egy ember elgurult, semmi különös. Emelkedett az út, és elkezdtem a taktikámat megvalósítani, azaz elkezdtem támadni. A lábaim nem voltak olyan jók, ezt annak tudom be, hogy tegnap nem bicikliztem, de nem foglalkoztam vele, csak nyomtam, ami a csövön kifért, aztán néha visszaálltam a sorba, megvártam, amíg mindenki elkezd nézegetni egymást, magukat, engem, aztán újra támadás, főleg fölfelékben. Kis meredekek, olyan egy óra környékén megettem egy gélt, egy koffeines gélt, ezt leöblítettem a kulacsomban lévő pezsgő tablettás vízzel, jól éreztem magam, mentek ezek az akciók, de igazán elszakadni nem sikerült soha, és következtek a még-még meredekebb, egyre rövidebb, aztán kicsit hosszabb emelkedők, de együtt maradt a mezőny. A mezőny alatt ezt a 15-20 főt értem. Aztán kicsit esett az eső, aztán száraz volt minden. A Narka is elég aktív volt, illetve még pár ember a mezőnyből. A Narkának több akciója volt, leginkább ilyen egyemberes akciók, de ezeket mindig leforogta 3-4 ember. A legkomolyabb ilyen akció Bajnán indult,
itt Solt indult meg, ahogy kifordultunk a Héregre menő útra, és el is távolodott olyan fél percre, aztán így összeállt három ember, és így váltott vezetéssel tartották ezt a távolságot. Néha én is beforogtam, de nagyon nem erőltettem ezt a vezetést. Aztán pont az emelkedő előtt, ugye a leghosszabb emelkedő, itt a Héregi emelkedő, a Tudul emlékműhöz vezető úton kívül, ott előreálltam, mentem egy erős tempót, de hátranézve mindenki ott volt, szóval leszakadni nem akart senki. Solt tartotta azt a távolságot. Aztán egyszer csak beértük, ahogy már lementünk, aztán a sík, meg ilyen pici dombok. Aztán megint együtt a mezőny, majd megint szétszakadt egy kicsit, de csak felére, szóval 7-8-an voltunk. Kicsit megint esett az eső, de csak nagyon picit. Aztán újra összeértünk, és nem történt semmi. 12 kili volt a célig. Jött a felmart út, ami már vezet ki az egyesre. Lejtett az út. Második helyen voltam. Király Levi előre jött, gyorsan, a lejtőn. Kicsit elgurult, Király Levi elgurult, én tettem rá a kereket, majd hátra néztem, és nem volt mögöttem senki. Nem tudom, ki szakította meg a sort, de mindegy. Úgyhogy mondtam Levinek, hogy nyomjuk. Így elkezdtük nyomni, én legalábbis. Ő pedig mondta, hogy ő már nem tud a síkon vezetni nekem, úgyhogy mondta, hogy menjek tovább egyedül. És én tovább mentem egyedül. Hátra néztem, nagyon nem voltak se messze, se távol, de nem tűnt, hogy közelednének. Elkezdtem nyomni, tökre forrott a lábam, jók voltak a wattok, de tudtam, hogy még jön az emelkedő a végén. Így egy kicsit visszafogtam magam, hogy az emelkedő mindent bele tudjak adni, és nehogy elfogjam. Tudtam, hogy 6,5 perc körülbelül az emelkedő, és ennyi. És volt kb. 6 kili az emelkedő kezdetéig, odáig a síkon ilyen, hát amikor lenéztem, ilyen 4,20 körül volt talán. Aztán felfordultam az emelkedőre, ami egy vicces eset volt, mert éppen pirosat kaptak az autók a jobbra fordulásnál, és amikor odaértem, pont akkor kaptak zöldet, ott állt három autó, és én az első és a második közé beszúrtam, úgyhogy úgy vettem be azt a kanyart, ami kicsit poros is volt, szóval nem volt olyan nagyon kockázatmentes. Itt leváltottam a versenyen először Kistányérra, ott azért elég meredek az eleje, és mentem tempót. Nyomtam, nem egy nagy fordulattal, inkább erőből nyomtam, hátranéztem, láttam, hogy három ember úgy jön, de nem tudtam mennyire, de nem hittem, hogy utol fognak érni. Én csak nyomtam, ami a csövön kifért, nehogy elfogyjak a végére, azért nem voltam annyira maxon. Aztán amikor ott kérünk a fensíkra, az utolsó 800 méteren talán, kimartam megint külsőre, és onnan beforgattam, hogy tudtam, és megnyertem a Turulkupát, immáron másodszor. Ha jól emlékszem, a Turulkupa 2010-es verziója volt az első országúti versenyem. Sokra nem emlékszem belőle, nagyon meleg volt,
még gödöllő sportfutbocsként indultam, egy Merida Cyclocross biciklivel, ugye, országúti gumikkal természetesen. Arra emlékszem, hogy nagyon elszomjasztan, és a végén már folyadékot kellett kérnem más versenyzőktől, és hát nagy halál volt. De hát 15 évesen 80 kilós verseny azért komoly volt. Az oknival elégedett vagyok, ezt viseltem a versenyen is, most mostam ki kicsit, meg vizes, ráadtam Lilire, szerintem nagyon jól áll neki. Ez itt az érem, amit nyertem, arany 29. Turulkupa, Tatabánya 2019. Ez a 2017-es kupa, serleg, ez pedig a 2019-es. Ahogy látható, kicsit kisebb az idei, és ez a faberakásszerű valami sincs benne, amit én mondjuk nem bánok. Igen, a mountain bike-os figura ott van a 2019-esen, míg a 2017-esen egy országút is figura van. Előnevezéssel 4500 forint volt a nevezés, amit nem tartok teljesen jónak. A biztosítás sem volt a toppon, azért jöttek szembe az autók, illetve a nyereményeken se látszik ez az egész magas összeg, ami amúgy helyszíni nevezésnél jól tudom, 5500 vagy 6500 forint volt. Tojtajok tiszták voltak, parkoló volt végül is, kajáról nem tudok nyilatkozni, mert azt nem tudtam enni, mert nem gluténmentes volt a tészta, de hát ezt nem is vártam. De többféle tészta volt, a többiek azzal elégedettek voltak, sütik voltak, azt is ettek sokan. Mit tudok még elmondani? Én szeretem ezt a versenyt. Az erre felkészítő versenyeim is elég jól mentek, például a Minszki időfutam segített erre a fontos, nagy presztízsű versenyre felkészülni. A szebeni körverseny alatt is végig a Turulkupa járt a fejemben. Örülök, hogy sikerült megnyernem. Még a pályáról elmondanék pár szót. Ez egy olyan pálya, ami nem kell hegyi menőnek lenni. 1-2 perces emelkedők vannak benne, két emelkedőt leszámítva. Végén a Turul emlékműhöz felvezető emelkedőt, illetve a Héregi emelkedőt. Amúgy teljesen lendületből, erőből simán megoldható, 1-2 perces emelkedőkről van szó. Az 1 perces maxom az 703 watt lett, az 5 perces maxom az 494, illetve 10 perces maxom az 4.57 lett ma. Természetesen ezt a végén értem el ezeket, kivéve az 1 perceset, azt a 43 kilinél lévő meredeken volt egy akcióm. 160 lett az átlagpulzusom. A nullákkal együtt 320 lett az átlagwattom. 190 lett a max húzosom. Hát kb. Ennyi. És még meg szeretném mutatni ezt az emlékérmét, ami a
Turul emlékműnél nyomattatható 200-asért és egy 5 forintosért. Az 5 forintosból nyomatja ezt az érmét. Én ezt a nagyon szép Turul mintát választottam. Ez pedig a rajtszámom, amit elég jól feltűztem. 5, 7, 10, 14 biztosított tűvel tűztem fel, ha jól számolom. Ha még egy kicsit látszik, hogy én voltam a 64-es rajtszámú versenyző, de sajnos fent hagytam mosáskor, és így sajnos eléggé lekopott. Bocsánat, 15 darab biztosító tűvel tűztem föl ezt a rajtszámot. Az előbb elszámoltam. Az eredményhirdetésre elég sokat kellett várni. Addig mindenki evett tésztát, ivott egy kávét, evett sütit, de mégis délben értünk célba, és 2 után kezdődött az eredményhirdetés, ami elég hosszadalmas volt, így kb. 3-kor tudtam elindulni haza biciklivel. Amúgy az viszont elég nagy fun volt, nem az egyes főutat választottam, mert utálom azt a főutat, nem szeretem benne a húzó dombokat sem, nem szeretem az útminőséget sem, nem szeretem a napot sem, nem szeretem a forgalmat sem. Úgyhogy a versenypályáján elmentem Szomorig, majd ott Mária Besnyő, Úny, Tinnye, Perbán, Telki, Jánoshegy, és a Jánoshegyről lefele felhőszakadás. Majd Citadella, mert miért nem mentem volna föl, tök mindegy, hideg volt, elásztam. Aztán hazajöttem. Happy.